Héttel később a Magyar Nemzet Online-on szivárgott ki ez a Pokorni-Hoffmann paktum néven híressé vált dokumentum, amely ehhez képest ezen a két területen egyértelműen visszalépést jelent, illetve ezeket a konkrétumokat már nem nevezi meg, ehelyett ezzel ellentétes irányba mutat. A bolognai rendszert már itt nem felülvizsgálandónak, hanem irányadónak nevezik, ami egy hatalmas fordulat, azt gondoljuk, ami néhány héten belül beállt a kormányzat politikájában ezzel kapcsolatban. Valamint ennek a dokumentumnak a második oldalán úgy fogalmaz, hogy a hallgató arányos finanszírozási rendszert a minőséget támogató elemekkel szükséges kiegészíteni. Tehát egy kiegészítés az nem jelentheti azt, hogy mondjuk 85%-át más alapra helyezzük. Ezen a kiszivárgott dokumentumon is szerepel az ön, illetve Réthei Miklós miniszter úr aláírása, ezért szeretném megkérdezni, hogy melyik tekinthető a kormány álláspontjának, illetve irányadónak a felsőoktatási törvény koncepciójával kapcsolatban. Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót két percben Hoffmann Rózsa államtitkárasszonynak. Tisztelt képviselő asszony, az a törvénytervezett koncepció, hallani? Igen, amely a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján megjelent, az mindmáig megállja a helyét. Ön Pokorni-Hoffmann paktumnak nevezi ezt az egyességet, amelyet Réthei miniszter úr, Pokorni Zoltán, én magam és Dux László helyettes államtitkár úr aláírt. Ebben megerősítettük a közös célokat, és az a koncepció, ami megjelent, nem írja felül ezt az emlékeztetőt, illetve az emlékeztető sem írja felül azt, ami a koncepciónkban szerepel. Az, hogy a bolognai rendszert irányadónak tekintjük, vagy felülvizsgálat tárgyává tesszük, ez nem mond ellent egymásnak. Ez szerepel a dokumentumban is, hogy a felsőoktatási bolognai rendszer magyarországi bevezetése erőltetetten, kellően át nem gondolt módon történt meg. Ennek megfelelően szükséges a kialakult képzési kínálatot felülvizsgálni. Ez is benne van az emlékeztetőben. Nem mondunk tehát le arról, egyébként sosem állítottuk, hogy a bolognai rendszert eltöröljük, mindig is azt hirdettük, hogy felülvizsgálat tárgyává tesszük, ezt változatlanul fenntartjuk. Itt egy-egy szónak az irodalomból ismert módon többféle olvasata van, valószínűleg önt ezt tévesztette meg. Ugyanezt mondhatnám a finanszírozási rendszer tekintetében. Az, amit a koncepcióban szerepeltettünk, az a minőségnek is megfelel, hiszen éppen ezért csökkentettük a lineáris hallgató arányos finanszírozást a koncepciónkban 15%-ra, mert köztudottan és Európa szerte a lineáris hallgatói létszámot követő finanszírozás nem kedvez a minőségnek. Ezért tehát megerősíteni tudom, hogy a koncepció az mindmáig érvényes, majd még folytatom a szövegemet. Egy perces viszont válaszra képviselő asszony a szó. Köszönöm szépen a választ, államtitkár asszony, minden esetre nem győzött meg, ezért majd meg fogjuk látni, hogy mit fog a kormány előterjeszteni a felsőoktatási törvényben, és akkor egyértelművé válik majd mindannyiunk számára. A bolognai rendszert irányadónak tartja ez az emlékeztető, akkor nevezzük így, bár a Magyar Nemzet nevezte ezt Hoffmann-Pokorni paktumnak, míg a vitanyagban már a kétféle alapképzés bevezetéséről is szó van, tehát ez inkább a régi főiskolai egyetemi képzésnek a képzésre hajazó alapképzés lenne, ami szintén a bolognai rendszer kereteibe eddig nem valósult meg. Egy másik fájó pont számunkra, hogy még nagyon sok esetben a minőségi szempontokra hivatkozik, és a minőség felé tett elmozdulásokat szeretném mind a két anyag kilátásba helyezni. Ehhez képest mennyiségi kritériumokkal találkozunk benne, több esetben is, sajtótájékoztatókon is ilyenek elhangzottak, illetve ebben a vita anyagban is benne van. Reméljük, hogy ezek nem fogják gátját szabni a minőségi elmozdulásnak. Köszönöm. Viszont válasz lehetőség életi meg államtitkár asszonyt egy percben. Tisztelt képviselő asszony, az ön felszólalása is azt mutatja, hogy elég nehéz a képviselőknek is és a közvéleménynek is megszokni a törvényelőkészítésnek ezt az új módját, amit mi bevezettünk. Valóban szemben a korábbi ciklusnak, azon gyakorlatával, amikor úgy szólván kész törvénytervezetekről folytattak látszatvitákat,
Mi a nemzeti konzultációt komolyan vesszük, folyik is, százszámra jönnek a javaslatok, nagy többségében erősítik a koncepciót. Az pedig, hogy a minőséget mennyiségi módon lehet leírni, igen, ez elkerülhetetlen, amennyiben például a minősített oktatók számáról, vagy a minősített oktatók és hallgatók arányáról van szó. Ezt valóban csak számokkal lehet leírni, azonban ez a felsőoktatás minőségét garantálja, akár csak a bejutásnak a szigorúbb átétele, amelyet nagy örömünkre nagyon komoly hallgatói önkormányzatok is támogattak. Tisztelettel várjuk az önök véleményét is, még tart a konzultáció. Köszönöm szépen. Megyünk tovább. Dorosz Dávid, az LMP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a tárca nélküli miniszternek. Miért marad el egyes határon túli magyar újságok támogatása címmel? Megkérdezem képviselőt, hogy elfogadja-e válaszodnak Rétvári Bence államtitkár urat, őt jelölte ki miniszter úr. Akkor ebben az esetben önné a szó, képviselő úr, parancsoljon 2 percben. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Pár napja kerültek nyilvánosságra a szülőföld alap őszi pályázatának eredményei. Szomorúan vettük tudomásul, hogy nagyon sok az erdélyi kultúra szempontjából kiemelkedő lap, illetve új folyóirat nem kapott támogatást. Egyetlen egy fillért se kap mostantól Románia minden pontjára eljutó egyetlen magyar nyelvű napilap, az Új Magyar Szó. Szintén nem kap támogatást a legfontosabb és leglátogatottabb erdélyi hírportál, a Transindex, ami különben a magyar fiatal értelmiségiek kiemelkedő fóruma. Szintén nem kap támogatást a Marosvásárhelyi Látó, illetve a Kolozsvári Korunk című lap. Ezek nem voltak jelentős összegű támogatások, mégis ezeknek az intézményeknek, ezeknek a lapoknak a napi túlélést biztosította. Szeretnénk kérdezni a Lehet Más a Politika nevében, hogy mi az oka ennek a brutális elvonásnak, miért akar a kormányzat bizonyos lapokat elkivéreztetni, mi az oka annak, milyen politikai megfontolás áll amögött, hogy független, a magyarság megmaradását szolgáló szellemi műhelyeket igyekeznek ennek a támogatásnak a megvonásával elsorvasztani. Válaszát előre is köszönöm. Megadom a szót államtitkár úrnak, közben a háznak mondom tájékoztatásképpen, hogy valóban a ház is tanástalan volt, hiszen a miniszter úrnak nincsen államtitkára, és ezért fordulhat elő az a speciális helyzet most, hogy amit még nem tapasztaltunk, de ez a megoldás, hogy államtitkár úr Rétvári Bence válaszol a Semmir úrnak feltett kérdésre. Államtitkár úr, öné a választás lehetősége. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Képviselő úr által feltett téma korábban is felmerült itt a házban, az azonnali kérdések és válaszok órájában egy jobbikus képviselőtársunk érdeklődött a szülőföld alap pályázatairól. Akkor már elmondtam korábban is, hogy itt nyáron a kormány egy elkésett előkészítést örökölt, és éppen ezért írt ki egy második pályázati kört is a szülőföld alapból, pontosan azért, hiszen a kormányváltás előtti időkben teljesen el volt hanyagolva ez a terület, és úgy gondoltuk, nem ragadhat bent pénzt, hanem minél több szervezetnek kell, hogy nyújtsunk támogatást. Valóban lehet, hogy nem sikerül mindenkinek támogatást nyújtani, de így is ezzel a második körös pályáztatással sikerült elérnünk, hogy még további összegek jutottak határon túli célokra, 1.315.000.000 forint, ez a plusz ahhoz képest, mint hogyha a polgári kormány nem írt volna egy második pályázati kört, 1181 támogatási formát tudtunk így, vagy támogatási kérelmet tudtunk így támogatásban részesíteni a következő időkre. Ezzel szolgálva az alkotmányban és a szülőföld alapról szóló törvényben is lefektetett célt, hogy a határon túli magyarok és az anyaországi magyarok közötti kapcsolattartás minél inkább szoros legyen. Ön is tudja, hogy a kormánynak igazából elsősorban végrehajtó szerepe van, hiszen itt ez a kuratórium dönt a pénzösszegeknek a szétosztásáról. De jól látja a képviselő úr, hogy itt ezen a területen is változtatásra van szükség, nem elég azt mondanunk, hogy rosszul működött az előző rendszer, és rosszul készítették elő az első fél évben a támogatások egy részét az MSZP-SZDSZ kormány alatt, hanem igenis ezen változtatni kell. Talán ön is látta, a pénteki nap folyamán került fel a parlament rendszerére a TÉPER 1811-es számon a Bethlen Gábor alapról és az ottani alapkezelőről szóló törvény. Ennek pontosan az a célja, hogy olyasfajta dolog, amit ön is mondott, hogy ne legyen már forrás egyes nagyon fontos célkitűzésekre, ez ne valósuljon meg többe, hiszen nagyon sok helyen elaprózva tárcáknál kerültek meghatározások, támogatási célok, egyes célok többször is kaptak pénzt, mások egyszer sem. Ha létrejön ez az alap, bízom benne, hogy még idén ön is támogatni fogja ezt a törvényjavaslatot, ez a helyzet megszűnhet. Köszönöm szépen. Viszont válaszra megadom a lehetőséget Dorosz Dávid képviselő úrnak, LMP.
Hát mindenről hallottunk itt, csak éppen a kérdésre nem válaszolt, kedves államtitkár úr. Különösen érdekes az ön válasza abból a szempontból, hogy Székely István, a médiakollégium tagja egyértelműen kijelentette a héten, hogy a kollégium döntéseibe egyértelmű kormányzati elfogultság van. Ennek a fényében nagyon érdekes az ön válasza. Még mindig kérjük a választ arra, hogy ezek a független szellemi élet központját megtestesítő fórumok, folyóiratok miért nem kaptak támogatást? Erre válaszoljon, legyen kedves. Köszönöm szépen. Államtitkár úr, egy percben. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Ha ön ennyire jobban van a kuratórium bizonyos tagjaival, akkor nyilván tőlük kell megkérdezni, hogy miért születtek azok a döntések, és igazából velük kéne, hogy vitatkozzon, nem pedig a kormánnyal, amelyik mindehez a kereteket biztosítja, a működés feltételeit, illetve az anyagi forrást, mondom, plusz 1,3 milliárdot ahhoz képest, mint hagytuk volna, hogy úgy maradjon ez az állapot, ahogy az átadás átvételnél megtapasztaltuk. Tehát mondom, én úgy látom, hogy ön azzal a kurátorral vitatkozik, aki ezek szerint önt informálja. Kérem, hogy ezt vele folytassa ezt a vitát. Mi a jövő évben a Bethlen Gábor alapba sokkal több forrást igyekszünk tenni, pontosan azért, hogy mindenki számára legyen az határon túli folyóirat, legyen az bármilyen közös táborozás, utazás, kapcsolattartás, egyéb módjai, mindezek megvalósulhassanak. Én továbbra is csak arra kérem önt, hogy támogassa majd ezt a törvényjavaslatot még a decemberi hónap folyamán. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, Kuper András, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás Miniszternek. Vajon mivel egészítjük ki étrendünket címmel? Megadom a szót Kuper András képviselő úrnak 2 percben. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. Ha valaki felháborodott fogyasztókkal szeretne szembesülni, évek óta elég felkeresnie valamelyik étrend kiegészítőkkel foglalkozó internetes fórumot. Közülük az egyiken a Kaktusz nevű hozzászóló értetlenkedik, hogy miért nem talál semmiféle engedélyszámot a megvásárolt vitamin dobozán. Mint írja, megkérdezte az Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézetet, ahol közölték vele, hogy ma Magyarországon az étrendkiegészítők forgalmazását senkinek sem kell engedélyeznie, egy regisztrációs űrlap kitöltésében szinte bárki bármit forgalmazhat. A termékek minőségéért senki nem vállal garanciát. A fogyasztó is mindössze csak a gyártó és forgalmazó lelkiismeretére hagyatkozhat. Micsoda? Döbben meg az Ariadné nevű hozzászóló. És mi van akkor, ha valaki ezek közül egészen véletlenül nem kellően lelkiismeretes? Az csak akkor derül ki, ha valaki megbetegszik vagy meghal a bevett szertől? Hogyan lehetséges ez? Tisztelt internetezők, innen üzenem, hogy nem történt semmi különös, csak a szokásos. Hazánk uniós csatlakozásával az MSZP-SZDSZ kormányzat megalkotta a szuperliberális 37/2004-es miniszteri rendeletet, így létrejött az étrend kiegészítők forgalmazásának azóta is érvényben lévő szabályozása. Senki nem vizsgálja előzetesen a polcokra kerülő termékeket, nincsen ellenőrzés, nincsenek szankciók, és így bárki bármilyen szemetet megpróbálhat rásózni a gyanútlan fogyasztókra. Az idén nyáron kémiai vizsgálatnak vetettek alá 10 étrend kiegészítőként forgalmazott szert. Közülük 8-ban találtak tiltott gyógyszerhatóanyagokat, melyek ellenőrizetlen szedése súlyos egészségkárosodáshoz vezetett. Tisztelt miniszter úr! Az, hogy a helyzet idáig fajult, egyértelműen az előző kormányzat bűne. Kérem miniszter úrra, tájékoztasson arról, mikortól kívánják újra szabályozni az étrend kiegészítők piacán több mint fél évtizede uralkodó tarthatatlan helyzetet. Milyen a jelenlegi jogszabályi környezetben is alkalmazható lépésekre számíthatunk a szélhámosok hamisító kiszűrésére és a már lebukott hamisítók szankcionálására? Válom megtisztelő válaszát. Válaszadásra megadom a szót Réthelyi Miklós miniszter úrnak 2 percben. Tessék, parancsolj, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr! A Nemzeti Együttműködés kormányának egyik fő törekvése a lakosság egészségének fokozott védelme, melynek biztosítását minden eszközzel igyekszik elősegíteni. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyért felelős államtitkára 2010. júliusában vizsgálatot kezdeményezett egyes hamisított étrend kiegészítők tárgyában. Ezzel összhangban a minisztérium a szakmai szervezetek, valamint az érintett hatóság javaslatai alapján került sor a lakosság biztonságát szolgáló, az étrend kiegészítőkre vonatkozó jogszabályi háttér szigorításának előkészítésére. Egy Európai Uniós irányelv az étrend